50 ezer maszkot kapnak a kanizsaiak. A szállítmányt pénteken teszik repülőre, és a jövő hét elején érkezik a városba. Ahogyan arról már beszámoltunk, a polgármester a napokban Horváth Györgyel a Kanizsa Kárpid Kft. vezetőjével tárgyalt a védőfelszerelés beszerzéséről. Ezeket a maszkokat a kanizsai háztartások kapják meg. Balog László kérdésünkre elmondta, hamarosan egy részletes bejegyzéssel jelentkezik, amelyben kitér egyebek mellett a szétosztás folyamatára, a maszkok pontos típusára és moshatóságára.